Jó reggelt kívánok, sziasztok! Egy pici beállítás, és kezdjük a ma reggeli meetinget. Rengeteg üzenetet kaptam, meg folyamatosan most is jönnek. Oké, fogok válaszolni, ha lemegy ez a reggeli meeting, csak ugye 9 órakor nekem ez így kőbe van vésve, hogy jövök hozzátok. És ugye csinálják ezeket a 90 napos blokkokat, hogy hogyan hozd helyre önmagad. Egy ilyen sorozat, és nagyon sokan elkezdtétek, és hát látom már, hogy milyen jó kis eredményeket értetek el. Vannak olyanok, akik még így nem annyira értek el jó eredményeket, mert még ugye benne vannak a folyamatban, biztatásként mondom, mindenkinek eljön az az eredmény. Avval lehet meggyorsítani, amit ma mondok nektek, hogyha egy picit majd ide figyeltek, rá fogtok jönni, hogy be lehet úgymond turbolizálni ezt az egész történetet, gyorsabbá lehet tenni. Hogyan? Mindig az a kérdés, hogy hogyan. Hát ezek már ilyen gyémánt titkok, mert ha figyelitek az én videóimat, tehát én próbálok úgy beszélni, hogy mint hogy először hallanál, aztán ugye megismersz a 90 nap alatt, és amikor ilyen 30-40 videót megnéztél, így akkor már látod, hogy körülbelül miről van szó, kedvet kapsz hozzá, és hát ugye, hogyha elkezded csinálni, akkor esetleg elérhetsz idáig, mint most én, hogy mit tudom, már a 80 körüli videónál tartok, és itt már kirajzolódik az, hogy mit is kell tulajdonképpen csinálni, de mielőtt még bárkit is megrémítenék, ez nagyon egyszerű. Tehát annyira egyszerű, hogy olyan soknak tűnik, hogy úristen, 80 videó, meg 90 videó. Egyszerűen az azért van, mert megismernek az emberek ilyenkor benneteket, a világnézeteteket, meg hogy mifele mész, meg úgy körülbelül nézik a kitartásodat, és itt nem szabad soha abba hagyni, mert az emberek azt mondják, hogy ó, hát megcsinál 90 videót, aztán eltűnt. Hova lett? Akkor nem is igaz, amit mondott? Vagy hogy van ez? Én mindig meg szoktam kérdezni, hogy akkor is adnál-e ilyen gondolat labdacsokat az embereknek, hogyha nem fizetnének érte? Jelentem? Én igen. Én adnék akkor is, mert ártani nem ártok vele. Használni meg szerintem használok, mert sok a jó visszajelzés, úgyhogy esetleg írjátok már ide, hogy tényleg így van-e. Vagy hogyha változtatnom kellene valamit, azt is nagyon szívesen veszem, mert lehet, hogy mit tudom én, nem kéne ilyen szupi kis hóeséses háttér, vagy lehet, hogy nagyon megmondó vagyok néha, nem tudom, valamit írjatok, mert az én is mindig változok, és tőletek tanulok mindig. Úgyhogy kezdjünk is bele a mai reggelbe. Ugye maga az, hogy úgy rakd helyre önmagadat, ez is ilyen kicsit kétséges, tehát hogy hát így egybe vagyok én, hát hogy mit rakjak én helyre magam, jön a kérdés. Én mindig azt szoktam kérdezni, hogy oké, akkor úgy, jó érzed magadat. Hát jó, oké. Akkor örülj neki, de meddig fogod jól érezni magad? Vagy van pénzed? Hát ugye abból meg soha nem elég. A szegénynek azért, mert nincs mit enni, a gazdagnak meg azért, mert biztos el fogják lopni a pénzt. Tehát mindig valami macera van. Nem erről az oldalról kell megközelíteni a dolgokat, hanem mi mind szeretnénk változtatni. Ugye kettő dolog olyan, amin általában szeretnének az emberek változtatni, hogy ne legyenek betegek, vagy hogyha már betegek, akkor gyorsan, minél hamarabb helyre jön a dolog, meg magán az anyagi részen. Mert ez a kettő megvan, akkor hát úgy körénk rendeződik utána a dolog. Nagyon sokszor bírálnak engem a pénz miatt, hogy jaj, Vili, te állandóan beszélsz így a pénzről. A pénz az nem rossz. A pénz az áramló energia, és valljuk őszintén, ha nincs, hát akkor nagy gondok elé nézel. Nekem így ment szét annak idején a házasságom, nekem így ment szét annak idején, hogy elvesztettem az autómat, a házamat, azért, mert nem úgy használtam a pénzt, ahogy kellett volna, mondhatnám azt is, hogy átvertek. Igazán géppisztoly nem volt a hátam mögött, amikor felvettem ugye a svájci frank alapú kölcsönömet. Nagyon sokan vagytok ti is így, de egy biztos, ha van az embernek pénze, akkor úgy biztonságban tudja magát, meg a családját. Ez egy jó érzés, nem? Tehát magyarul ne féljetek attól, hogyha majd esetleg szaporodik, vagy áramlik hozzátok a pénz. Nagyon érdekes, hogy ebbe az áramlásba bele lehet menni. És nagyon egyszerű, el fogom mondani nektek ma, és akkor meg fogjátok látni, hogy nem egy nagy ördöngös dolog ez.
szolgálni kell az embereket, valamilyen igényt kell kielégíteni, és ezért fizetnek az emberek. Tehát mi például reklámtevékenységet folytatunk, különböző programokat ajánlunk az embereknek, megvásárolják, és ebből van nekünk jutalékunk, tehát nem egy nagy durranás ez. De nézzünk a dolgok mögé, hogy miért nem sikerül ez szerintetek mindenkinek? Miért pofon egyszerű egy-két embernek, és miért olyan brutálisan nehéznek tűni egy csomó embernek? Szerintetek miért van ez? Elmondom. Ezt tapasztalásban mondom, hogy én voltam, tehát én kereskedő vagyok. Így egy ilyen vénával áldott meg az élet. Igaz, a szakmám nem az, a szakmám az építész, illetve vízépítő, vízgazdálkodó, meg amihez hozzátartozik, meg belső építészet. Imádom ezt a dolgot, de igazán nem sokat dolgoztam benne, mert rájöttem arra, hogy totálisan tönkre megyek benne, hogyha azt csinálom, mert ugye tehát nem az volt az én utam. Minden tiszteletem egyébként az ilyen munkásoknak, mert igazán komoly pénzeket lehet most keresni, ha valakiért a víz, a gázszereléshez, a gipszkartonozáshoz, tehát ebben most nagyon komoly pénz van. De mégis miért nem csinálom én ezt? Azért, mert nem az az én életutam. És mégis miért a reklám szakmába találtam meg így a magamat? Azért, mert ez kereskedelem, de mégis meg tudom sokszorozni magam, több ember munkájának a jutalékából tudok részesülni. Ez amiért nekem megtetszett ez. De mégis mibe különbözik attól, amikor valamikor zöldséges voltam, és álltam a pult mögött, és akkor hát úgy árultam a narancsokat, a banánokat, stb. Tehát ilyen könnyű dolognak tűnt az is, hogy ó, hát ugye elmegyek a nagybani piacra, bevásárolok, megcsinálom a kirakatomat, állok, aztán jönnek az emberek, és úgy maguktól vásárolnak. Ez így elméletben tényleg így van, de gyakorlatban nem így van. Mert valamikor az a baj, hogy nagyon sok vásárló van, és minden elfogy, és akkor következő, tehát menni kell az áruért, és akkor lehet, hogy bevásárolok, és utána meg nem tudom eladni. Tehát egy kicsit ezt meg kell tanulni, ebben van, vagy volt is gyakorlatom mindig, de ott megtanultam azt, hogy vannak mindig hepék, meg vannak hupák. Olyan egyszerűnek tűnik, hogy megcsinálod a kirakatot, és akkor jönnek az emberek, vagy nem jönnek. És akkor hát ott áll az ember, és elgondolkozik a világ dolgain, higgyétek el, tudom, miről beszélek. Itt nálunk ez teljesen másképp működik, ugyanis mi nem árulunk semmit. Tehát itt szokott bukni, tehát itt szokott elbukni a dolog, hogy sokan például ilyen kapszulárusoknak titulálják ki magukat. Meg sokan vitaminárusokban, hogyha mondjuk táplálékkiegészítő iparágban van valaki. Vagy sokan, akik mondjuk kozmetikával foglalkoznak, hát ilyen kozmetikai szerek árulásával azt hiszik, hogy azzal foglalkoznak, és azt mondják, hogy miért nem megy ez? És miért megy egy pár embernek brutálisan? Elmondom a titkot nektek. Egyetlen egy szó a titok, az érzés. És mindjárt be fogom nektek bizonyítani, hogy miért van ez így. Kérdezek tőletek, ti meg válaszoljatok. Szerintetek egy ember miért akar lefogyni? Tehát mondjuk egy hölgy miért akar lefogyni, aki mondjuk 120 kilós? Miért akar szerintetek lefogyni? Azért, hogy egészségesebb legyen? Biztos nem. Az egy hozadéka. Azért, hogy sanyargassa magát? Vagy miért szeret? Szerintetek miért akar valaki lefogyni például? Mondhatom azt, hogy az embertársainak jobban tett. Szen? Vagy elképzeli magának, hogy fölveszi a piros stretch ruháját, és akkor, amiben régen belefért, most meg nem, és akkor abba végig megy a piacon, vagy a, értitek, akkor megfordulnak utána? Vagy miért akar venni egy emberke, egy férfi ember egy jó autót? Miért akar venni egy jó autót? És azért, mert hány lóerős. Vagy azért, mert azzal a jó tudok szállítani. Hát persze vannak olyan munkások, akik azért veszik az autót.
De ezek a munkások miért vesznek még mellé valamilyen dögösebb valamit? Mondhatom azt, hogy azért, mert az érzést akarják megtapasztalni. Ültetek már sportautóba? Vagy ültetek már olyan autóba, ami az érzést, hogy milyen az, amikor mész egy ilyen autóval, meglátnak a szomszédok, meg... Tehát értitek? Tehát ezért vesznek az emberek ilyen dolgokat. Nem azért, mert annyira szükségük van rá, hanem azért, mert azt az érzést akarják birtokolni. Hát miért vesznek az emberek ilyen hölgyek, ilyen írjatok ide, ilyen dekorkozmetikumokat? Azért, hogy majd úgy tudom én, hogy jó, úgy sminkelgetni, nem. Azért, hogy tetszenek a férfiaknak. Vagy. Nagy divat most, hogy sportolnak a srácok, ez egy tök jó divat. De miért csinálják ők? Azért, mert hogy tetszenek annak a lányoknak? Hát igen. Az az érzés, amikor jól érzed magad a bőrödbe, és népszerű vagy, mert jól nézel ki, nem lehet semmihez se hasonlítani, higgyétek el. És nem lehet azt a rossz érzést hasonlítani semmihez, amikor valaki most nem jól érzi magát a bőrébe, mert ilyen... Tehát most nehogy félreértsétek, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy magadhoz viszonyítva érezd magad jól, de valójában őszintén az érzést, azt akarják birtokolni az emberek. És így van ez a mi szakmánkban is, hogy van, aki elkezdi tukmálni a készítményeket, meg a programot, hogy már egyed, mert akkor már ettől meggyógyulsz, meg ilyen hülyeséget hallok. Nem. Soha nem fog az az ember sikert elérni ebben a szakmában, aki állandóan tukmálgatja a termékeket, meg bizonygatja. Na ez meg a másik, hogy egyszerűen lukat beszélnek emberek a másiknak a hasára, mert hogy és akkor mennek az ilyen csörtézések. Nem tudom, beszélgettetek-e már velem, hát persze, akik nálam vannak, és soha nem mondtam, hogy ez a tuti. Soha nem mondtam, hogy ez, mit tudom én, milyen fenomenális valami. Azt mondtam, hogy nekem leesett az állam. Nekem leesett az állam attól, hogy tegnap például beszélgettem két gyógyult vastag béldaganatossal, de úgy gyógyult, hogy már egyik az több mint 10 éve megszabadult tőle, a másik azt mondja 7 éve. És beszélgettem velük. És megkérdeztem tőlük, hogy sikerült meggyógyulni. Azt mondják, hát nagyon egyszerű, mert a kiváltókokat megszüntettük. És akkor nem azért gyógyultál már meg, mert mit tudom, szedtél valamit. Hát az egy dolog, hogy szedtem rá egy-két dolgot meg, de attól nem gyógyultam volna meg. Hanem rájöttem a betegségem által, hogy miért is vagyok én a világon. Hogy is lehetne úgy élnem, hogy hasznos tagja legyek a társadalomnak, és egyből meggyógyultam. Szinte ilyen csettintése. És elgondolkodtató ez, hogy ha az emberek sikert akarnak elérni mondjuk ilyen reklámozással, akkor miért futják ezeket a köröket? Akár anyagilag, akár egészségileg. Miért futják? Azért, mert az érzést azt nem érték még át. Tehát mindig szoktam mondani, hogy legyünk hitelesek, hogyha valamit el akarunk adni. Tehát, hogyha mondjuk ilyen programot ajánlatok valakinek, mint én is, akkor hát érdemes úgy azért úgy helyre pakolni magunkat. És akkor azt megmutatni az embereknek. Vagy, ha te teljesen egészséges vagy, akkor keress olyan embert, aki segítségre szorul, és ide jön a bizalmi híd, hogy beszélgetni kell az emberekkel. Higgyétek el, az emberek azok nem hallgatják meg a másik embert. Egyszerűen annyira ezzel a maszkkal, meg mindenféle dologgal így ellehetetlenítették az embereket, hogy nincsenek azok a komoly beszélgetések. Pletykázások azok vannak, hogy hallottad is, de komoly, méreható, érzelemről szóló beszélgetések nincsenek.
vagy mégis? Jelenten nálunk vannak. Én észrevettem azt, így több mentortársammal, hogy ha elkezdünk beszélgetni, először csak ketten, aztán hárman, aztán négyen, aztán öten, aztán tizen, aztán huszan, aztán harmincan, aztán százan, egy bizonyos dologról, ahol mindenkinek van valami véleménye, és ez nem vitakör, hanem egyszerűen építő jellegű probléma megoldó kör, akkor nem kell például a mi programunkat így agyusztálni az embereknek. Egyszerűen maguktól mennek, és vásárolnak, és alig várják, hogy elmondják, tudjátok, hogy mit? Az érzést, amit tapasztalnak. Értitek? Tehát az a baj, hogy az emberek meggyógyulni akarnak. Nem pedig azt az érzést, amikor már egészségesek. Nem egy a kettő. Sokan azt hiszik, hogy a meggyógyulás az olyan, hogy azt elértem és kész. Az nem. Az egy zsonglőr mutatvány. Egyensúlyba kell jönni, és az egyensúlyba levisz, ez egy olyan érzés, ami semmihez nem fogható. Az ugyanúgy nem fogható semmihez, mint a szerelem. Próbáld definiálni a szerelmet. Hiába mondod egy embernek, hogy hát legyél már szerelmes, hát mondhatod neki, ha nem jön az az érzés, a kémia, meg a akkor sose fog szerelmes lenni egy bizonyos emberben. Egyszer csak megy az utcán, és oda csap a villám, és úristen, és szerelmes lesz valaki. Ez ugyanaz. Na most mi azért kicsit előrébb megyünk a dolgokban, és azokkal a beszélgetésekkel, amiket mi folytatunk, egyszerűen ilyen fura kifejezés, ez mert mindig a szerelemhez hasonlítom az egészet, szerelmesek lesznek az emberek ebbe a programba, amit mi csinálunk. De őszintén így, írjatok már ide Évi, meg egy pár látom, hogy itt vagytok, hogy ti így vagytok-e vele? Tehát én kimerem jelenteni, hogy alig várom a csütörtököket, mert én szerelmes vagyok ebbe a programba, alig várom, hogy egy megint egy információt halljak, megint leessen az állam egy új sztoritól, és mindig beszokott ez következni. Csak a tegnapi napot, ha nézem, véletlenül elkövettem azt a hibát, hogy a saját profil oldalamra tettem ki, amit úristen, nagyon szégyeltem hirtelen, de nem, nincsenek véletlenek, mert egy darabig kint volt. Szóval gyorsan leszettem, mielőtt még lelőttek volna bennünket, de azért, mert sokkolóan hatott volna a nagy közönségre. Egy páran írtak is, hogy úristen, ez tényleg? És akkor mondom, te honnan tudod? Hát láttunk, úristen, akkor jöttem rá, hogy ez kivláj voltam véletlenül, letöröltem gyorsan. Tehát tényleg sokkolóan hatnak azok a programok, amiket mi csinálunk. Annyira sokkolóan hatnak, hogy tegnap, hát olyan hajnali 2 óra fele bírtam csak lefeküdni. Annyian kerestek, annyian beszéltünk, hogy figyelj, akkor így kell csinálni, még ezen kicsit finomítani, nyomjuk izé, mert ugye szombaton nekünk lesz egy offline találkozónk, és tehát én abban is szerelmes leszek. Azt is beszéltük, hogy milyen jó lesz, már megint találkozunk. És tehát, ha valaki ezt az érzést nem tapasztalja meg, nincs benne ebbe a szenvedélybe, nem látják az emberek, hogy ő ebben él, csak esetleg mondja, de nem nincs benne a flow-ba, nem fog sikeres lenni. Sokan mondják nekem, meg egy pár mentortársamnak, hogy könnyű neked. Hát, hogyha kicsit hátra nézünk, meg elnézünk a dolgok mélyére, elszörnyűködnétek, hogy honnan indultunk mi. Hogy egyáltalán hogy hisznek az emberek például nekem. Mert ugye voltam olyan cégnél, ahol ugyanilyen szenvedélyesen beszéltem egy bizonyos dologról, és eltűnt a sűjjesztőbe. És akkor próbálják megint, hogy hiteles lenni. Csak hogy szerencsémre, és én akkor tanultam meg, hogy én minden nap elmondom a gondolataimat a bizonyos dologról, amit csinálok, és sokan a követeim tudták, hogy mi miért van. De nem volt olyan könnyű, amikor eltűnt például az a cég, amiben voltam. Nem volt könnyű. Hogy tudtam mégis sikert elérni? Úgyhogy a szenvedélyemet vettem De én akkor beszéltem már szenvedélyesen a dologról, amit most csinálunk, amikor még csak hallottam róla, hogy ez talán igaz lehet.
És amikor megkóstoltam a dolgot, amikor belemártottam a lábam, Úristen, az abban a pillanatban egy azonnali szerelem volt. Tehát ezt kell éreznetek, és ezt fogják rajtatok érezni, hogy Úristen, az ember, ez úgy mondja, hogy ez tényleg olyan, ha fele igaz, akkor már jó. És akkor rájönnek, hogy minden igaz, na akkor őket nem lehet innen például tőlünk eltántorítani. Tehát én látok olyan idézőjelben téve szerelmes embert itt nálunk, akit nem lehetne innen eltántorítani. Esetleg írjátok már ide, akik már tudjátok a titkot, hogy titeket így el lehetne húzni. Tehát hogyha most megkérdeznénk mondjuk a Cecei Gyurit, aki itt van, vagy esetleg a Honti Évit, hát őket nem lehetne innen. Tehát hiába mondanák más üzletbe például, hogy menjenek el, hát kinevetnék. És olyan érveket tudnának fölhozni, ami alapján azt mondják, hogy hát ez ilyennel nem találkoztunk még. Hát tudjátok, hányan megkeresnek engem nagy hálózatvezetők, hogy csináljam már azt az üzletet. De volt olyan gyémánt, többszörös akárki, aki komoly pénzeket lefizetett volna, hogy csak menjek át, és csak adjam a nevemet. És mondtam, hogy sorry, a pénz az nem minden. Azt, hogy most egyszer adnátok nekem annyi pénzt, amivel jó, elérnék egy 8-10 évig frankon, de lejönne az összes áldás rólam, és lehet, hogy 3 nap múlva elvesztem azt a pénzt, mert megbetegednék, vagy valami lenne. De én nem tehetem meg, hogy elhagyjam a szerelmemet. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én nem tehetem meg, hogy megcsaljam a főnökömet. Én nem tudom elképzelni. De miért? Azért, mert olyan támpontok, amikre én mindig is vágytam, azok itt beteljesülnek. Sőt, még van egy plusz jel is, amire sosem nem gondolok, és mindig leesik az állam. Minden egyes nap. Ezt most azért mondom, mert látjátok biztos, hogy én szenvedélyes vagyok ebben a dologban. És azért mutatok így példát, mert ha nem így csináljátok, akkor ne csodálkozzatok, hogy nem lesz csatlakozótok. Mert azt látják, hogy az emberek, hogy te el akarsz adni. Nem azt látják, hogy én szeretnék vásárolni, hanem azt látják, hogy szeretnék eladni. Ha így ezen változtattok egy picit, ez egy gyémántitok, akkor nagyon gyorsan jön a siker, egyébként nem. Mi sokan kérdezik, hogy milyen, hogy jön az áttörés. Hát így. Így. Ezt, ennek a technikának az alkalmazásával. És maga a technikai része, ez nagyon egyszerű, mert hogy te beszélsz arról, hogy te milyen programban vagy, készülj fel arra, hogy ezt nem fogják elhinni. De átmegy a szenvedélyed, és amikor megtörténik az, hogy elhozod mondjuk hozzánk, ahol lát egy csomó szerelmes embert, azt mondja, hogy Úristen, hol voltam én eddig? Mit kell csinálni? Csatlakozás, vásárlás, és szerelmes lesz ő is. Ennyire egyszerű. Mi ebben a nehéz? Írjátok ide. Tényleg mi ebben a nehéz? Hogyha ide írjátok, amit szerintetek még nehéz lehet ebben, akkor arra fogok válaszolni, akár személyesen mentorálok benneteket, hogy azt hogy lehet megoldani, de egy biztos. Ez egy olyan áttörést eredményez mindenkinél, ami az egész életét megváltoztatja, aki ezt megmeri csinálni. De ne győzködjetek embereket. Ne úgy adjatok el a szószoros értelmében, hogy ne termékeket áruljatok. Bármilyen üzletben is vagytok, akár lehetsz autókereskedő, ne autót árulj, érzést árulj, ami majd az autó megvásárlásával meg fog jönni. A fodrász vagy, az én lányom nem a hajvágást árulja, hanem azt az érzést, amit amikor megcsinálja a haját. Ha látnátok a lányom, hogy vágja a hajat, akkor összetörnétek a kezdetek, Úristen, ilyen van. Hát annyi vendége van a Nikinek, hogy ezt nem tudja már egyszerűen kapacitálni. De miért? Azért, mert nem a hajvágást árulja, hanem bemegy hozzá valaki, és azt mondja, hogy rád bízom magam, Niki. Niki meg leül és alkot. És olyat csinál
egy hát az én fejemből tud normálisat csinálni, mert a hónapi konferencián meglátjátok, akkor nagy művész, és ő az. Azért, mert ő az érzést adja el nekem is, hogy apa, figyelj, ezt most így kell. Hiába mondanám neki, hogy most ezt így csinálom, hogy az apa, ez nem lesz úgy jó. Így fogod magad majd jó érezni, és mindig igaza van. Úgyhogy így kell valamit ajánlani. Például most így a lányomat reklámoztam, de bármit. Majd erről még mesélek nektek, mert nagyon érdekes művészet ez, én ennek tartom. Úgyhogy legyetek szerelmesek, legyetek szenvedélyesek, és legyetek lazák, ne görcsöljetek, mert az hozza meg a sikert és az áttörést. Remélem tudtam segíteni, ha igen, akkor osszátok meg ezt a videót, ha nem, akkor is, hát, ha valakihez mégis eljut a hír, és remélem, hogy holnap találkozunk, én ott leszek biztos, gyertek, mert hatalmas lesz, ilyet még nem láttatok, mert már régen volt ilyen, hogy de nem akarom elárulni a titkot, nagyon sokan leszünk.